Biztos munka, biztos jövedelem, biztos jövő. Ezt ígéri a munkáspárt a választópolgároknak. Kalmár Dávid polgármester jelölt elmondta, hogy ő egy olyan fiatal, aki lokálpatriótaként tudja képviselni a szolnokiak érdekeit. Hozzátette, a városban folyamatosan találni megoldásra váró feladatokat. A fogászati ellátásnak az önkormányzati támogatottsága nagyon sokan egyetértenek. Hiszen egy kis pénzű ember, például egy kis nyugdíjasnak bizony az a több százezer forint nagyon sokba kerül. Ezt nem tudják sokan kifizetni. Illetve még amit ezt is most az imént beszéltem egy kedves járókelővel, a temetkezés. Tehát valakinek, sokaknak nincs 500 000 forintja a kedves hozzátartozóját eltemetni. Tehát ez is a mi programunkban lehet csak megtalálni. 5 perccel ezelőtt hol voltam? Hát bizony ügyeletes illemhelyekre is szükség lenne. Tehát az nem állapot, hogy 100 forintokért tudnak a belvárosi szolnokok, vagy 200 forintokért elmenni egy ügyeletes illemhelyre. Kalmár Dávid kiemelte, a város közterületeinek rendezettsége, illetve tisztasága a közmunkásoknak köszönhető. Azért, hogy ez ne változzon, munkájukat anyagilag még jobban támogatni kell. Egy olyan demokratikus országra van szükség, ahol a dolgozó emberek is érvényesülnek. Emelte ki a sajtótájékoztatón a munkáspárt megyei elnöke, Bencsik Mihály. A város életébe is simán be lehetne vonni a lakosságot sokkal jobban, mint ahogy mostanában történik, mert az internet ugye most már gyakorlatilag minden háztartásban ott van, akár internetes szavazással és egyéb ilyen dolgokkal. Meg lehetne kérdezni a város embereket, hogy mit szeretnének a városban csinálni. Alternatívákat kéne kidolgozni, fejlesztésekre, egyebekre, és akkor úgy a vélemény alapján dönteni, hogy kinek mi a jó. Bencsik Mihály hozzátette, a múltat meg kell becsülni, azonban a jövőt csak demokratikusan lehet elképzelni. Elmondta, a 12 egyéni választókerületből 11-ben indít jelöltet a munkáspárt Szolnokon az önkormányzati választásokon.